Győrben is folytatódott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara júniusban elindított szakmai rendezvény sorozata. Széles Sándor a Vármegye főispánja nyitotta meg az eseményt, amelynek célja ismertetni a kutatási eredményeket és tapasztalatokat a helyi termelőkről és a fogyasztói szokásokról. Én úgy érzem, hogy a fogyasztóknak a fejébe kell rendet rakni, és tudatosítani bennük, hogy itt egy biztonságos élelmiszert kapnak, ami nagy valószínű számukra is, és a jövő számára is egy komoly érték, hisz itt van az értéktár is. Mi most elővettünk olyan régi módszerekkel előállított, régi technológiákkal fejlesztett élelmiszereket, és itt meg is lehet vásárolni, amikről már elfelejtettünk, sőt, én bátran kimerem jelenteni, hogy nagy üzem vagy ipari ágazati szinten nem lehet előállítani. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy az a termelő, és ezt szeretném kihangsúlyozni, és azt hiszem minden egyes rendezvényen ki is szoktam hangsúlyozni, hogy itt tényleg, ha valaki bevállalja és megtetszik neki a termék, nyugodtan visszamehet a termelőhöz, a termelő adja hozzá az arcát, és azt kapja, amire ő neki szüksége van. Elhangzott fontos, hogy a helyi értékeink beépüljenek a hétköznapjainkba. Értéktár kiállítás is nyílt a konferencián. A Győr-Moson-Sopron Vármegye Értéktárbizottságnak van egy jelmondata. Egy Széchenyi gondolat, amely azt mondja, hogy tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn. És azt gondolom, hogy ez a konferencia ugyanezt akarja mondani, csak a vidékfejlesztésben és az agráriumban. És már 2015-től az akkor még megyei, mostani Vármegyei Értéktárbizottság úgy gondolkodott, hogy egyébként a helyben feltárt és aztán a megyénél rögzített értékek, azok a jövőben tudjanak hasznosítani akár egy rendezvényben, akár egy terméknek a presztízsében, értékesítésében, helyi termékként való megjelenésében. Ezért örültünk annak a lehetőségnek, hogy az Agrárkamarának ehhez a konferenciához csatlakozhatunk, mert jó magam előadóként pont erről fogok beszélni, hogy egyébként azok a helyi, megyei értékek hogyan tudnak olyan típusú értékekké válni, amik a turizmusban egy közvetlen fogyasztható termék, egy fogyasztható piaci termék, egy kiránduláshoz kapcsolhatóak, egy térségi nagyobb rendezvényhez, ahol sok helyi termék megjelenik kapcsolhatóak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Szigetközi Szatyor Alapítvánnyal közösen a rendezvény ideje alatt termelői bemutatót, kóstolót is szervezett, ahol a termelők ismertették a hagyományos receptek alapján elkészített élelmiszereket. Ilyen termék többek között a mézes kalács és a puszedli. Profétaként próbáljuk ezt így az embereknek, hogy egész éven át ez értékes étel, de azért az emberek mindig nagyon be vannak szükülve a karácsony ünnepkörbe, tehát nehéz onnan kiszakítani őket, főleg a mézes kalácssal, de mézes kalácsnak helye van bármikor, tehát mi szoktuk ajánlani azt, hogy akár gyerekeknek uzsonnás csomagba egy kis édességként, hogy akkor ne csoki tegyenek, hanem egy ilyen tartalmasabb mézes kalácsot. Ez a mézes puszedli sokféleképpen van ízesítve. A mézes puszedlinél is próbáltunk egy kicsit így trendivé tenni ezt a terméket, tehát hogy nem csak a klasszikus ízesítéssel, hanem van egy kávés ízesítésű, és van egy kicsit pikánsabb csilis ízesítésű mézes puszedlink is. A szakemberek az előadásokon és a kerekasztal beszélgetéseken a fenntarthatósággal és a környezettudatos jövővel kiemelten foglalkoztak.